Hello, sziasztok, és nagyon szép jó napot, valamint kellemes, mosolygós, vidám szombati napot kívánok mindenkinek. Üdvözlettel Frici Csopakfaluból, a Mileómi Parkból. Nos, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk, amint látjátok, itt vagyok Csopakfaluban, a Mileómi Parkban, és én úgy gondoltam, hogy leforgatok nektek egy újabb, spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen videót, amit konkrétan innen indítok Csopakfaluból, a Mileómi Parkból. Ha gondoljátok, tartsatok velem Fricivel ebben az újabb, spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen videóban, amit konkrétan, ahogy mondottam, innen indítok Csopakfaluból, a Mileómi Parkból. Tartsatok velem ebbe a videóba, és de még mielőtt belevágnánk én ebbe az egész videóba, mindenképp meg kell köszönnöm annak a 741 darab embernek a feliratkozását, aki ez idáig konkrétan fel van iratkozva az én kis YouTube csatornámra. Köszönöm szépen! Igen, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk, konkrétan 741-en fő vagytok iratkozva az én kis YouTube csatornámra, amit én természetesen nagyon szépen köszönök nektek. És akkor lassacskán bele is vágunk ebbe az újabb videóba. Ha gondoljátok, tartsatok velem Fricivel ebben az újabb, spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen videóban, amit konkrétan innen indítok Csopakfaluból, a Mileómi Parkból. Tartsatok velem, jöjjön hát a videó! Nos, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk, amint látjátok, itt vagyok Csopakfaluban, a Mileómi Parkban. Az ott a háttérben, ami látszik, az a torony, az tulajdonképpen a csonkatorony, méghozzá a Szent István templomnak a csonkatornya ez tulajdonképpen, ami itt található Csopakfaluban, a Veszprémi út és a Kossuth-Lajos útnak a sarkánál konkrétan, tehát így néz ki a csonkatorony maga, és ez pedig, amit a csonkatorony körül van elterülve, amit én mindjárt most meg is mutatok nektek, ez tulajdonképpen a Mileómi Park itt Csopakfaluban, ami így néz ki, tehát a Mileómi Park konkrétan így néz ki itt Csopakfaluban, lányok és fiúk, nézzétek jól meg, jó alaposan, én ezt jól megmutatom nektek. Hát így néz ki Csopakon a Mileómi Park tulajdonképpen. Tehát így néz ki. Egy teljesen szép kis park, teljesen rendezett, korrekt az egész, tiszta is. Úgyhogy lányok és fiúk, és ahogy mondottam, ez itt Csopakfalunak tulajdonképpen az úgymond Mileómi Parkja, ami így néz ki. Ott fönt, ahol a kocsik haladnak, az pedig ott a 73-as számú főút tulajdonképpen. Tehát ott fönt, ahol elhaladnak az autók, az tulajdonképpen a 73-as számú főút, és a 73-as számú főútról meg ugye azt kell tudni, hogy az Csopakfalut köti össze Veszprém városával, a megyeszékhellyel. És akkor még így megmutatom nektek ezt a csonkatornyot, ami itt található Csopakfaluban, a Mileómi Parkban konkrétan, és így néz ki. Tehát az ott a háttérben, amit most éppen láttok, az tulajdonképpen maga a csonkatorony, ami itt található Csopakfaluban, a Mileómi Parkban, és ahogy már mondottam az előzőekben, ez a csonkatorony, ez itt található a Veszprémi út és a Kossuth-Lajos utcának a sarkánál, és ez pedig itt maga a Mileómi Park, ami így néz ki tulajdonképpen. Ott a háttérben, amit láttok, azt a feketét vagy barnát, az ott egy állványprés, amit ott láttok a háttérben, az ott egy állványprés, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk. Itt ugye ilyen sétányok vannak itt a parkon belül, amit láthatjátok, ilyen murvával leszort sétányok vannak, ilyen sétányok vannak tulajdonképpen itt ebben a Mileómi Parkban, lányok és fiúk, itt Csopakfaluban. És így néz ki, amúgy van itt egy játszótér, tehát ott a háttérben ott látható egy csúszda, ott egy mászóka, ott egy hinta, és ott is van egy hinta, és ott a hintán túl, tehát hogyha egy kicsit így kilépek oldalra, tehát ott, hogy van a hinta, és az mellett abban az irányban ott van egy homokozó is kisgyerekeknek, és ez pedig itt ugye maga tulajdonképpen ez az egész itt a Mileómi Park tulajdonképpen, ami így néz ki, lányok és fiúk, itt Csopakfaluban konkrétan. Hát így néz ki itt a Mileómi Park Csopakfaluban, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk, tehát így néz ki. És az pedig ott a háttérben, ugye, ahogy már mondottam, az pedig tulajdonképpen maga a csonkatorony, és így néz ki ez az egész. És akkor lassacskán el is indulunk ebben a sétával, ahogy mondottam, méghozzá el fogunk indulni abba az irányba, mert arra felé fogok elindulni. És amit látjátok, már el is indultam.
Hát el is indultam innen Csopakfaluból, a Milleumi Parkból, és elkezdünk haladni előrefelé, gyalogolni. És akkor ott a háttérben, ahogy mondottam, ott van egy hinta, ott pedig egy homokozó látható. És lányok és fiúk, akkor szépen el is indulok innen a Milleumi Parkból. Hát ő most úgy gondoltam, hogyha az időjárás engedné, amit egyelőre úgy látom, hogy nem úgy néz ki, hogy az időjárás engedni fogja, mert eléggé esőre álló idő van itt Csopakfaluba és környékén, hogy csináltam volna egy kis túrát, átgyalogoltam volna Balatonarácsra ezen a mai napon igazság szerint, de lehet, hogy ezt az egészet visszavonom, mert nagyon úgy néz ki, hogy esni fog az eső, és nincs úgy kedvem igazándiból elázni, pedig az volt mára a tervem erre a szombati napra, hogy átgyalogolok Balatonarácsig, és ottan Balatonarácson keresztül kigyalogolok a Kolocska völgyig, de hát lehet, hogy ebből a mai napon nem lesz semmi, mert eléggé esőre áll az idő. Hát lányok és fiúk, ez pedig itt konkrétan a Csonkatorony, ami így néz ki konkrétan, tehát ez itt maga a Csonkatorony, itt is ugye a Milleumi Park látható. Itt ilyen rózsaültetvény is van, amint látjátok, kis virágos kert, előtt egy rózsaültetvény, itt is ilyen sétányok vannak tulajdonképpen, itt amint látjátok, padok is vannak végig, tehát itt végig padok is láthatóak, amint láthatjátok ezen a felvételen, tehát itt le lehet ülni, meg lehet pihenni, itt ilyen kis rózsás kert van, amint látjátok, még hozzá bordó rózsa vagy piros rózsa, de én inkább azt mondom, hogy ezek a rózsák, amit ott láttok, ez tulajdonképpen bordó színű. És ez pedig ott ugye maga, az pedig ott maga ugye a Csonkatorony, ami ugye így néz ki. És valójában én arra akarok majd elindulni ebből a sétával, tehát abba az irányba el fogok indulni, és el is indulunk arra felé. Szóval azt terveztem én erre a mai napra, hogy átgyalogolok Balatonarácsig, és Balatonarácson keresztül kigyalogolok egészen a Kolocska völgyig. Hát nem tudom, lányok és fiúk, hogy ez mennyire fog a mai napon összejönni, mert az az igazság, hogy eléggé esőre áll az idő, konkrétan szemerkél is az eső tulajdonképpen. Hát nem tudom, lányok és fiúk, ebből a mai napon lesz-e ebből a túrából valami, vagy pedig elhalasztom holnapra, vagyis vasárnapra, és akkor természetesen majd akkor fogom elkészíteni azt a videót, amit ugye azt úgy tervezek, hogy innen Csopakfaluból átgyalogolok Balatonarácson keresztül a Kolocska völgyig. Hát most ezen a mai napon ez nem biztos, hogy meg fog történni, mert sajnos elkezdett szemerkélni az eső, és akkor ezen a lépcsőn itt fölballagok. És itt a lépcsőn, ha följövök, itt konkrétan már a 73-as számú főút van, majd ezen a zebrán fogok átmenni, tehát ezen a zebrán én át fogok természetesen menni, mielőtt a forgalom engedni fogja, de jelenleg olyan baszott nagy forgalom van itten, hogy ez eszméletlen konkrétan. És ahogy mondottam, ez tulajdonképpen a 73-as számú főút, ami itt látható, tehát ez maga itt a 73-as számú főút, ami itt látható. Ez a 73-as számú főútnak valójában az a lényege, hogy ez Csopakfalut összeköti Veszprém városával. Amúgy arrafelé van maga a Balatonpart, tehát arrafelé van maga a part, tehát arrafelé van maga a Balaton, tehát a Balaton az abba az irányba van. Tehát arrafelé van a Balaton természetesen, abba az irányba. Valahogy csak át kéne mennem ezen a zebrán, csak hát a forgalom az az igazság, hogy nem nagyon akarja ezt nekem engedni. De azért csak át megyünk, na lányok és fiúk, és akkor át is megyünk. Köszönöm szépen, ugye csak zebrán vagyok és ugye csak elsőségem van. Na, szóval átjöttem. Hát itt lesz majd egy vízimalom errefelé, konkrétan. És ugye ahogy mondottam, ugye, hát ezen a mai napon nem biztos, hogy át fogok gyalogolni Balatonarácsra, mert már elkezdett szemerkélni az eső, de amúgy itt lesz egy vízimalom 100 méter múlva, tehát itt lesz egy vízimalom is errefelé, és amint látjátok, ugye, ide föl is van a festve különböző túrajelek, ugye konkrétan a kék túra és a Mária útnak a jelzése van ide fölfestve, hiszen Csopakfalun keresztül halad a balatoni kék túra, és a Mária út is tulajdonképpen keresztül halad Csopakfalun. És ugye azt is tudjátok, hogy Csopakfaluban ugye van egy vízimalom, ami ide 100 méterre van egyébként, tehát van itt egy vízimalom is, méghozzá arrafelé le kell menjek ezen a lépcsőn, és arrafelé fogom majd meglelni a vízimalmot magát, egy 100 méter múlva. Lányok és fiúk, akkor el is indulunk ezen a lépcsőn lefelé, ahogy kell, ahogy élik.
és lányok és fiúk, akkor indultunk lefelé ezen a lépcsőn. Hát nem tudom, hogy hogy ezen a mai napon át tudok menni a Balatonarácsra, és onnan pedig a Kolocskabőgybe, mert a mai napra ez lett volna a tervem tulajdonképpen, hogy innen Csopakfaluból átgyalogolok a Balatonarácsra, és Balatonarácsról pedig kigyalogolok a Kolocskabőgyig. Ez lett volna a mai napra a tervem. De az az igazság, hogy esik az eső, és így nem tudom, hogy elemerjek indulni, mert ugye nem kéne valahogy bőrigáznom, az az igazság, mert ahogy már mondottam az előzőekben, ugye már itt ebben a pillanatban, amikor látjátok, amikor készül ez a videó, így szombaton, itt már szemerkél csopakon tulajdonképpen az eső, tehát ez ilyen szemerkélő esőbe készült videó tulajdonképpen. Hát lányok és fiúk, nem tudom, az az igazság, hogy a mai napon át tudok jutni Balatonarácsra, illetve Balatonarácson keresztül egészen a Kolocskabőgyig. Lehet, hogy ezt sajnos úgy lehet, hogy el kell majd halasztanom a holnapi napra, amikor vasárnap lesz tulajdonképpen. Hát nem tudom, lányok és fiúk, nem tudom, az időjárás egyelőre nem akar nekem kedvezni, az az igazság. És félek, hogy el fogok ázni, és egy elázáshoz valahogy most nincs kedvem, aztán meg egy jó kis megfázáshoz. Hát lányok és fiúk, amint látjátok, itt már csak 50 méterre van a vízimalom, ugye, amint láthatjátok. A kék túrának ugye ott a jelzése, ugye ott az a nyíl, az azt jelzi, hogy a kék túraút is arra felé van. Hát ez itt valójában abban az irányban az ott egy zsákutca, tehát ott vége is van az utcának, ott ahol az autó áll, az a piros autó, ott vége is van tulajdonképpen az utcának. És ez pedig itt már a Kisfaludi utca, ami itt látható. Tehát ez maga itt a Kisfaludi utca, ami így néz ki. Hát ez egy kis önkormányzati út tulajdonképpen, ami itt úgy látom, hogy föl is van szépen újítva, mert szépen ezt felújították tulajdonképpen, ezt az önkormányzati utat, ezt a Kisfaludi utat, és akkor szépen haladunk is, lányok és fiúk, közben az eső szemerkél sajnos. Hát ez nem a legjobb hír nekem, hogy szemerkél az eső. Így lehet, hogy tényleg el kell halasztanom ezt a kis túrát, amit én erre a szombati napra kitaláltam magamnak. Mert egy szemerkélő esőbe az az igazság, hogy nem nagyon van kedvem sétálni, lányok és fiúk, mert még végül tényleg elázok, de aztán meg ki tudja. Nem tudom. Na, mindegy. Na, lányok és fiúk, akkor ugye itt van ugye maga a vízimalom, az itt van bent tulajdonképpen, arrafelé. Tehát arrafelé bent van a vízimalom tulajdonképpen. Így közelebbről meg is mutatom nektek, hogy itt van egy vízimalom ténylegesen is, itt Csopakfalu területén konkrétan. Hát nézzétek meg, tehát az a fehér épület, ami ott a háttérben van, az ott maga a vízimalom. Tehát ott van bent egy vízimalom tulajdonképpen ott a háttérben. És lányok és ők, így néz ki a vízimalomnak az udvara, innen a kerítésen kívülről nézve. Tehát ott ez itt egy szép ilyen kis udvar, itt ki van alakítva tulajdonképpen itt a vízimalom körül. Jó kis kirándulóhely tulajdonképpen családoknak. Tök jó ez itten, jó kis kirándulóhely. És ugye maga a vízimalom az ott van a háttérben, tehát az a fehér épület, ami ott látszik a háttérben, az maga a vízimalom. És a vízikerék is látszik, tehát ott van maga ugye a vízikerék is. Ott is, amint látjátok, vannak padok, tehát ott is ki lehet ülni, meg lehet pihenni. Ott van egy fatengely látható, ott látható egy fatengely. És ugye ott meg ott arra, az ott az a fehér épület, ami ott a háttérben van, az tulajdonképpen maga a vízimalom. Lányok és fiúk, itt Csopakfaluban található ez is. Plulmalom még hozzá, az a neve, hogy Plulmalom, tehát Plulmalom. Tehát az ott a Plul vízimalom ott a háttérbe, ami természetesen ipari múzeumként funkcionál, ami azt jelenti, hogy már búzát nem őrölnek itten, hanem mindössze csak ipari műemlék, illetve ipari múzeumként funkcionál tulajdonképpen, de attól függetlenül szép kis látványosság ez itt Csopakon, ez a vízimalom. Hát lányok és fiúk, ott bent látható maga a vízimalom egyébként. Az eső meg rendületlenül szemerkél, illetve csöpörög az eső. El fogunk kázni, hogyha túl sokat húzom az időt, az az igazság. Hogy nem is kéne nagyon húznom az időt, lányok és fiúk. Hát akkor ennyi. Tehát lehet, hogy a mai napon végül is nem fogok átmenni Balatonarácsra. Pedig tényleg az volt a tervem, hogy én ezen a mai napon átmegyek Balatonarácsra, és
onnan átsétál, tehát innen Csopakról elindulok és átsétálok Balatonarácsig, és onnan pedig a Kolocska völgyig, tényleg ez volt a tervem erre a mai napra, de lehet, hogy ebből sajnos nem lesz semmi, mert tényleg szemerkél az eső, gyerekek, és nem szeretném bőrigázni, és ahogy mondottam, ez itt a háttérben tulajdonképpen a vízimalom, ami ott látható, és így meg is mutatom nektek a kaput, hol lehet bemenni a vízimalomhoz, tehát itt van maga ugye a kapu, tehát és az ott a háttérben maga ugye a vízimalom látható ott a háttérbe. Hát nem tudom, lányok és ők, lehet, hogy bemegyünk, és így közelebbről megmutatom nektek, ha már úgyis videózok. Hát ha egyáltalán be szabad jönnöm. Az az igazság, hogy nem tudom, hogy be szabad ide jönnöm. Hát gyerekek, én minden esetre bemegyek, most már bejöttem, tehát lesz, ami lesz. Na a lényeg az az, lányok és ők, hogy én bejöttem ide a vízimalomhoz. Nézzétek meg, ez itt maga ugye a vízimalom, ugye ott van a vízikerék, tehát ott látható az a nagy, ami ott van, az a vízikerék, és ez pedig itt maga a vízimalomnak az épülete, ami ugye így néz ki, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk, tehát így néz ki maga a vízimalomnak a udvara, tehát így néz ki itt ez az udvar, ilyen kiránduló helyez itt tulajdonképpen, itt vannak mindenféle ülőalkalmatosságok, padok, asztalok, meg ilyesmik, és az pedig ott maga a vízimalom, ami ott látható a háttérbe, és az pedig ott ugye maga az a nagy kerék, ami ott látszik, az maga a vízikerék, ami ott látható a háttérbe, és ugye amint látjátok, a víz most éppen elfolyik a kerék fölött, tehát nem hajtsa a kereket a víz, mert elfolyik fölötte, de amúgy ezt meg lehet oldani úgy, hogy ha lezárnak ott fönt egy zsilipet, akkor a kerékre fog ömleni a víz, és akkor a víz elkezdi hajtani tulajdonképpen azt a nagy kereket, ami ott látható a háttérbe. Hát lányok és fiúk, így néz ki a vízimalom és környéke. Hát lányok és fiúk, csak bejöttem ide, lehet, hogy nem volna szabad itt bent lennem, de én bejöttem, jól van. Nagy lényeg az, lányok és fiúk, hogy így néz ki a vízimalomnak az udvara. Ez a szép fehér épület itt a háttérbe pedig maga a vízimalom, ami ott látható, és ugye ott pedig, ha egy kicsit közelebb megyek, és ha a fókusz is megjönne, ott látható maga ugye a vízikerék tulajdonképpen. Tehát a nagy kerék, ami ott van, az maga tulajdonképpen a vízikerék. Hát lányok és fiúk, kimegyek innen, mielőtt tényleg valami bajom lenne, és rám szólnának, hogy én mit keresek itt bent ilyenkor, szombaton reggel, így 8:30-kor. Hát így néz ki, lányok és fiúk, a vízimalomnak a udvara. És akkor szépen mi ki is megyünk innen. Tehát azon a kapun jöttem be. És így szépen én ki is megyek innen. Még mielőtt tényleg rám szólna valaki, hogy mit keresek itt bent. Bezárom a kaput. Jó. Vissza bezártam a kaput, úgyhogy haladunk is tovább, lányok és fiúk, ebből a sétával. Hát nem tudom, lányok és fiúk, hogy átjutok ma Balatonarácsra, az igazság, mert nagyon gondolkodok rajta erősen, hogy egyáltalán át-e menjek. Na most nem is tudom, hogy egyáltalán folytassam ezt a videót. Vagy valahogy le kéne zárnom végül is. Hát arra felé fogok haladni a továbbiabban. Tehát abba az irányba fogok haladni. Lányok és fiúk, így szépen el is indulok arra felé. Hát nem tudom, hogy átjutok ma Balatonarácsra, mert tényleg most attól félek csak, gyerekek, hogy elázok, és semmi más nem tart vissza, tulajdonképpen csak az eső. Mert mindenképp meg szeretném nektek videóba örökíteni azt, mindenképp szeretnénk arról videót csinálni, hogy innen Csopakfaluból Balatonarácson át, hogy lehet eljutni a Kolocska völgyig, tehát mindenképp szeretnénk arról egy videót csinálni, csak az nem biztos, hogy ezen a mai napon lesz sajnos. Hát itt lássátok, itt van egy lépcső, ezen most föl fogok baktatni. Ezen a lépcsőn most fölbaktatunk, lányok és fiúk. Amúgy onnan jövök, tehát onnan jövök. Arra felé van ugye a Milleumi Park. Ugye ott voltam bent a vízimalom, az arra felé, ott van a vízimalom, az arra felé van. A Milleumi Park pedig amarra felé van, és ezen az úton jöttem. Tehát azon az úton jöttem tulajdonképpen. Hát lányok és fiúk, és most ezen a lépcsőn egy kicsit hátrébb jövök, föl kell baktassak arra felé, és így fölbaktatunk ezen a lépcsőn. Hát lányok és fiúk, tartsatok velem Fricivel ebben az újabb spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen videóban.
amit itt Csopak falu területén rögzítek nektek ezúttal. Hát mondjuk jó, hát elég rég rögzítettem már itt videót Csopakon, mert ugye az utóbbi hetekben ugye tulajdonképpen mindig Tihanyban voltam, és arról készültek is videók, azt nyugodtan megnézhetitek, mert már fönn van a csatornámon az összes tihanyi videó, nézzétek meg őket, és írjátok meg a véleményeteket a komment szekcióba a tihanyi videóimról. Hát lányok és fiúk, akkor szépen haladunk errefelé tulajdonképpen. Itt van egy kis játszótér, amint láthatjátok itt Csopakfalunak ezen területén. Hát Csopakfalunak ez tulajdonképpen olyan területe, ahol én elég ritkán járok. Jó, hát jártam már itten több alkalommal is, hiszen amikor a Mária utas videót csináltam, meg a kék túra útvonalas videót, ugye, akkor is ugyanerre jöttem tulajdonképpen, mert ugyanerre jöttem akkor is, végül is. És ugye valójában meg is tudom nektek mutatni, hogy a Mária út is, meg a kék túra út is tulajdonképpen itt a jele. Tehát itt van, hogy kék túra, Mária út, tehát itt az egyértelmű jele. És ugye én ezekről a útvonalakról már korábbiabban készítettem videókat, mint hogy készítettem videót erről a kék túra útról is, készítettem videót erről a Mária útról is, és nézzétek meg őket a csatornámon, mert ezek a videók már nagyon régóta megvannak, tehát nagyon régóta elkészítettem én ezeket a videókat, akár a kék túráról, akár a Mária útról. És ugye így hát ugye egyértelműen adja magát az, hogy én nem először járok ittem, mert már nem először vagyok itt, ezen a részen, Csopakfalunak ezen részén konkrétan, mert ugye amikor a Mária utas videót csináltam, meg ugye a kék túra utas videót, akkor ugye erre jöttem végül is, erre jártam akkor is. Hát lányok és fiúk, így elballagunk errefelé. Hát nem tudom, gyerekek, nagyon gondolkozok azon, hogy át tudok-e ma menni Balatonarácsra, és azon keresztül a Kolocska völgybe. Mert ezt terveztem én valójában erre a szombati napra, ezt a túrát találtam ki magamnak, hogy innen Csopakfaluból átgyalogolok Balatonarácson keresztül egészen a Kolocska völgyig. Csak hát nem tudom, hát félek az időjárástól, mert most elég bizonytalan az idő, mert az igazság, hogy bármikor neki eredhet az eső konkrétan, mert bármikor neki eredhet, és ugye most elég rizikós volna megcsinálnom ezt a túrát, de aztán meg lehet, hogy végül is meg fogom csinálni. Hát nem tudom, lányok és fiúk. Egyelőre maradjunk annyiban, hogy ezt a videót nem sokára lezárom, és megköszönöm a figyelmeteket, hogy ebben a videóban is velem tartottatok, ebben az újabb spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen videóban. Arrafelé van Balatonfüred, tehát arrafelé van Balatonfüred, illetve Balatonarács, tehát Balatonarács, Balatonfüred az arrafelé van, a Mária út az, a Mária út az tulajdonképpen arrafelé halad, tehát arrafelé halad a Mária út, és a kék túra út pedig az abba az irányba halad a továbbiabban, tehát a kék túra útvonal pedig a továbbiabban arra felé halad. De most ezen a mai napon ugye most nem is a kék túra útat járom, meg nem is a Mária útat, így hát ez most egy teljesen elfüggetlen videó ezektől, mint a kék túrától, mint a Mária úttól. Ugye a Mária út az tulajdonképpen az arra felé folytatódik, tehát a Mária út az a továbbiabban az arra felé halad. Tehát a Mária út az tulajdonképpen arrafelé halad a továbbiakban, és az pedig arrafelé pedig a kék túra útvonal halad. Hogy egyelőre, lányok és fiúk, ennyi. Zárom ezt a videót tulajdonképpen. Csak itt azért egy kis forgalom is. Na, szóval ott tartottam, hogy arrafelé halad a kék túra út, tehát arrafelé folytatódik a kék túra út, a másik irányba pedig arrafelé a Mária út folytatódik abba az irányba, és arrafelé van Balatonarács, illetve Balatonfüred is arrafelé van. Na, lányok és fiúk, egyelőre azt hiszem ennyi lesz ez a videó. Ott a háttérben pedig a Csákányhegy látható, tehát az ott maga a Csákányhegy, ami ott a háttérben van, tehát az ott maga a Csákányhegy. Én pedig ugye abból az irányból jövök, közben fordulunk. Így. Na, lányok és fiúk, a lényeg az az, hogy lassan, de biztosan lezárom én ezt a videót. Úgyhogy lányok és fiúk, jöjjön hát az elköszönés. Tehát, ahogy mondottam, az ott a háttérben ugye a Csákányhegy.
Sárkányhegy az ott a háttérbe. Én onnan jövök ugye, abból az irányból jöttem. Arra felé folytatódik a kék túraút, tehát a kék túraút arra felé halad a továbbiabban. A Mária út pedig abba az irányba halad. Hát lányok és fiúk, egyelőre lezárom én ezt a videót, és megköszönöm a figyelmet, hogy ebbe a videóba is velem tartottatok. Jöjjön hát az elköszönés. Nos, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk, ez egy újabb spontán, amatőr, vágatlan, sétáló, sértelmetlen videó volt tőlem, Fricitől, ahogy már megszokhattátok. Ha tetszett a videó, nyomjatok rá egy lájkot, ha nem tetszett, nyomjatok rá nyugodtan egy diszlájkot, illetve írjátok meg a véleményeteket a komment szekcióba. Köszönöm szépen. Nos, lányok és fiúk, akkor ennyi lett volna ez a videó. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek. Ha tetszett a videó, ahogy mondottam, nyomjatok rá egy lájkot, ha nem tetszett, nyomjatok rá nyugodtan egy diszlájkot, illetve írjátok meg a véleményeteket a komment szekcióba. Köszönöm szépen. De még mielőtt elköszönnénk, mindenképp meg kell köszönnöm annak a 741 darab embernek a feliratkozását, aki ez idáig konkrétan fel van iratkozva az én kis YouTube csatornámra. Köszönöm szépen. Nos, lányok és fiúk, akkor ennyi lett volna ez a videó. Hamarosan jelentkezek újabb videókkal. Addig is legyetek jók, vigyázzatok magatokra és egymásra. Sziasztok! Üdvözlettel, Frici, Csopakfaluból. Sziasztok!